A karcagi járás ügyészség vádat emelt egy 32 éves férfi ellen állatkínzás büntette miatt. Az ebszaporításból élő karcagi férfi 148 kutyát tartott kisméretű kennelekben, megfelelő táplálék és orvosi ellátás nélkül. A vádlott az állomány felének elvágatta a hangszálat azért, hogy a szomszédok ne vegyék észre, milyen sok kutyát tart. A vádirat szerint a férfi 2020 őszén Karcagon két családi ház udvarán összesen 148 kutyát tartott tárolóhelyiségekben és ólakban a szaporulat eladása céljából. A sötét szűkös kenelekben rossz hűtőszekrények, hűtőládák szolgáltak az alultáplált szomjaztatott ebek pihené és fekhelyéül. A korlátozott mozgási lehetőségek miatt a felnőtt állatok karmai túlnőttek, az alom és a rendszeres takarítás hiánya folytán az ebek szőrzete rendkívül szennyezett volt, sokuk mancsát felmarta a vizelet és az ürülék. A nagyfokú elhanyagoltság a zsúfolt tartás következtében 46 ebnél viselkedés zavar alakult ki. A méltatlan tartási körülményeken túl a férfi a szükséges orvosi ellátás sem biztosította a megélhetését szolgáló állatoknak. Ennek következtében több mint az állomány fele bőrbetegségekben, fogénybetegségben, valamint hallójáratgyulladásban szenvedett. Közülük 6 ebnél visszafordíthatatlan egészségkárosodás is kialakult, amelyet az idejében biztosított állatorvosi ellátás megelőzhetett volna. A szaborító telepet működtető férfi igyekezett leplezni a környezete előtt, hogy milyen nagy állományt nevel, ezért megbízást adott egy másik férfinek arra, hogy a folyton csaholó kutyák hangszálait vágja el. A vádlott által megbízott ismeretlen férfi 2018 és 2020 között összesen 70 állat hangszálait távolította el altatásban. Az ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság börtönben letöltendő szabadságvesztés szabjon ki a vádlottal szemben, és tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától. Az ügyészi indítvány alapján a férfire, amennyiben beismeri tettét, 1 év 6 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztés jár. Az ügyben a karcagi járásbíróság dönt.